Sziasztok! Ma a Zoom H8-ról beszélünk, ami a H szériának a legdurvább verziója. Itt láthatjátok is. Minden funkciótár fogunk beszélni, a dizájnját, hogy hogy van felépítve, audio teszteket csinálunk. Úgyhogy kezdjünk is bele! Mielőtt belevágunk, el kell mondanom, hogy a Zoom elküldte nekem ezeket az eszközöket, viszont semmilyen beleszólásuk nincsen abba, hogy mit mondok róluk, hogyan véleményezem, úgyhogy tényleg az őszinte tapasztalatomat osztom meg veletek. Hogy is épül fel most jelenleg ez a setup? A Shure SM7B-t egy Cloudlifteren keresztül közvetlen a Zoomhoz csatlakoztatom, most úgy hallotok, de van egy ilyen kapszulás rendszer, mindjárt elmagyarázom, hogy az micsoda, amivel jelenleg egy XY mikrofon van csatlakoztatva, és azzal is egy időbe fel tudok venni, most arról hallottatok. Na, de menjünk bele a funkciókba. Rengeteg port van alapból ezen az eszközön, konkrétan 6 darab XLR port van, és hogyha kicseréljük a kapszulákat, van egy olyan kapszula, amit EXH8-nak hívnak, ide kiírtam, hogyha rosszul mondtam volna, ami által még tudunk 4 XLR portot csatlakoztatni hozzá, tehát igazából egyszerre fel tudunk venni 12 tracket, különböző csatornát. Na de várjál, hogyha 60 ezen, és 4 azon, az csak 10, hogy lehet még 2? Mert van rajta jackport, tehát 3,5 mm-es jackportokat is lehet rá csatlakoztatni, és mindezt egyszerre tudjuk használni a különböző funkcióktól függően. És hogy milyen funkciók vannak, ezt amikor a touchscreen-t, mert ennek touchscreen-je van, átbeszéljük, akkor el fogom mondani, és attól függ, hogy mire használjuk, az alapján tudjuk eldönteni, hogy hány különböző csatornára mit tudunk csatlakoztatni. Hát a minőségére nyilván, ahogy a többi olyan széria, mint például a H4N Pro, a legmagasabb szintet hozza, konkrétan 24 bit, 96 kHz-es WAV fájlokat is tud. Amúgy ez is tudja, hogyha nem láttad ennek a reviewját, kattints ide, és hogyha a H2N-nek nem láttad a reviewját, kattints ide, és hogyha érdekel ezeknek az összehasonlítása, az lesz a záró videó ezután, úgyhogy ha nem vagy feliratkozva, akkor nyomj rá arra a gombra, ami mellett ott van a kis csengő, és azt is nyomd be, hogy ne maradj le. Na jó, ez volt a reklám helye. Menjünk tovább azzal, hogy miként tudunk felvenni. Tehát ugye mondtam, hogy ha a 6-hoz hozzárakjuk azt a kapszulát, akkor ugye 10 szimultán, egymás mellett egyszerre felvehető különböző hangbemeneteket használhatunk XLR vagy valamilyen hangszer csatlakoztatásával, és ennek lesz egy stereo outputja, tehát mindent egyszerre is, ahogy felvettük, minden egyes külön kis inputnak be tudjuk állítani, hogy milyen génje legyen kvázi, milyen hangos legyen ezáltal, hogyha az elején egy monitornak köszönhetően, amit ugye kis jacken keresztül meg tudunk tenni, beállítunk, akkor mindegyik a megfelelő szinten tud felvevésre kerülni, tudjuk felvenni, és ezáltal lehet, hogy elég a sztereó, de hogyha bármi gond lenne, akkor az egyes trackek külön is fel lesznek véve, és mindegyik trackre külön be tudunk állítani, rengeteg effekt és preset van, EQ, kompresszor, noise gate, noise floor van benne, hogy amikor mondjuk nincs hang, akkor mindent levegyen belőle, de limiterünk is lehet, hogyha valami túl hangos, akkor ne peakingeljen, és akkor lejjebb vegye a hangot, és ezt a touchscreenen, az érintő képernyőn keresztül meg tudjuk csinálni, mindjárt beszélek róla, tényleg ez a kedvencem, annyira sajnálom, hogy egy H4N Pro nem érintő képernyős, de hát nyilván teljesen más árkategóriáról is beszélünk. Beszéljünk a kapszula rendszerről, tehát most nem veszem le, mert ezzel is felveszek, csak egy kis hangtesz kapcsán most éppen a beépített vagy kapszulán rárakott XY mikrofonnal hallotok, és most a Shure SM7B-vel hallotok. Na ezzel a kapszula rendszerrel, ami a dobozban van, az egy XY-os mikrofon, amit 90 és 120 fok között be tudunk állítani, és van ennek is egy dedikált gain beállítása, egy tekerője, amivel el tudjuk azt dönteni, meg tudjuk nézni nyilván a monitorozás kapcsán, hogy milyen hangerővel szeretnénk felvenni. De van rajta egy kis jack port is, tehát az XY mikrofonokat felülírhatjuk, hogyha mondjuk egy kis jackes mikrofont bedugunk a kapszulába, és már is még egy trackünk, még egy inputunk van.
érdemes erről a kapszularendszerről még pár szót ejteni. Az egyik kiegészítő, amit megvehetünk opcionálisan, például az EXH8, amivel még 4 darab XLR portot tudunk a H8-hoz csatlakoztatni, és így lesz ugye 10 darab XLR, vagy pedig hangszer csatlakoztatására alkalmas portunk, de ugye a kis jackekkel még hozzá csatlakoztathatunk még extra mikrofonokat is. Hát hogyha egyszerre 12-t szeretnénk felvenni, vagy akár 10-et valamivel, akkor már tényleg nagyon-nagyon profi szinten vagyunk, de ezt majd átbeszéljük a végén, hogy mégis ez kinek való. Ezért jó a kapszularendszer, mert eldönthetjük, hogy nekünk mire van szükségünk, milyen kiegészítőket szeretnénk hozzá venni, és ha már kiegészítők, például van hozzá az alsó csatlakozásnál, hogyha megnézzük, hogy hogy van felépülve ez a nagyon durva Transformersnek kinéző eszköz, hát az alján van a bekapcsoló gomb, az USB csatlakozó. Az USB csatlakozóval amúgy kettő dolgot érhetünk el. Egyrésztről, hogyha mondjuk nem szeretnénk a hátán lévő 4 darab elem, ilyen tipikus duplás elemmel használni, ami amúgy 20 óra használatot enged, ami szerintem nagyon király, és ha már a hátánál tartunk, ott vannak egy hangszórók, hogyha nem fül- vagy fejhallgatóval szeretnénk visszahallgatni, akkor megtehetjük. Akkor visszatérve a H8-nak az aljára, ott van egy USB bemenet, amihez csatlakoztathatunk egy powerbanket, lehet, hogy már van ugye a telefonunk miatt, vagy bármi miatt, azzal is tudjuk használni, tölteni, illetve áramot adni neki, de audio interfészként is funkcionál, ugyanúgy, ahogy amúgy a kisebb szériák is funkcionálnak audio interfészként, de ami nagyon király, hogy akkor nem csak azt tudjuk elérni, hogy a számítógépünkön veszünk fel, hanem az áram is azon keresztül jön, tehát nem kell több kábelt használnunk, vagy akkumulátorokat, elemeket, hanem akkor egy csatlakozással audio interfész, és nem csak a H8-at látja el árammal, hanem például a Shure SM7B egy olyan mikrofon, aminek kell úgynevezett Phantom Power, és ezt az erőt bass úgy nevezik, amikor átmegy a komputer által adott áramon keresztül, vezeti a H8-on, és megkapja a mikrofon, amit amúgy mindegyik, tehát minthogyha egy extra kapszulánk van XLR porttal, mind a beépített portokon keresztül használhatunk mindegyik inputhoz Phantom Power 24 vagy 48 volttal, és ezt külön-külön el tudjuk dönteni. És hogy miket tudunk eldönteni, akkor menjünk az elejére, hiszen nagyon durván néz ki az eszköznek az eleje. Tudjuk állítani az erő kapcsán, hogy milyen decibellel történjen meg a felvétele az egyes trackeknek, ezt 0 és mínusz 20 között tudjuk beállítani, és a beállítás mellett van egy kis LED lámpa, vagy egy jelző, hogy milyen trackeket választunk ki, és amúgy ezt benyomva tudjuk eldönteni, hogy mi miket szeretnénk használni, és miket nem. Emellett pedig mindegyik trackhez tartozik egy kis tekerő, amivel a gaint, ugye ahogy mondtam, ez a hangerő, tudjuk beállítani, hogy a megfelelő szinten legyen. Hogyha ez nem mond neked sokat, akkor tudd, hogy mínusz 6 és mínusz 2 decibel között kell, hogy legyen, akkor a legjobb a minősége, és hogyha félünk attól, hogy túlmegy, mint például én egy kicsikét a Shure SM7B-nél a Cloudlifteren keresztül láttam azt a beállításon, hogy néha átmegy nullára, és akkor ilyen nagyon torzított tud lenni, hát csak be kell állítanunk egy effektet, egy presetet, és onnantól kezdve pedig a limiternek köszönhetően biztos, hogy nem lesz ilyen peakingünk. Na és térjünk át a touchscreenre, de mielőtt ezt megteszem a két oldaláról, csak annyit, hogy nincs sok minden rajta, csak az a 6 darab XLR vagy hangszer bemeneti port, amit használhatunk ebben a Transformers-ben, tényleg ennek tudom hívni. És akkor most a touchscreenről úgy érzem, hogy olyan az egész, mint egy Apple CarPlay, ahhoz hasonlít a felülete, nagyon intuitív, könnyen tudjuk használni, és különböző appok, programok vannak benne, attól függően, hogy field recordingot szeretnénk csinálni, ami azt jelenti, hogy mondjuk hangeffekteket, vagy a körülöttünk lévő környezetet szeretnénk felvenni, zenét is felvehetünk, vagy podcast funkcióként is tudjuk használni. És nyilván elérjük a beállításokat, ahol különböző WAV vagy MP3 formátumokat használtunk, egészen 24 bit 96 kHz-ig beállíthatjuk, de itt meg kell, hogy jegyezzem, hogyha konkrétan a Zoomra veszek fel, egyszerűen olyan nagyok lesznek a fájlok ugyanezen a minőségi szinthez képest, mint hogyha a számítógépemen az Audacity-vel. Ha tudjátok, hogy ez miért van, kérlek írjátok meg kommentbe, nem tudom, hogy van ez.
Három dolog maradt, amit szeretnék elmondani a H8-nak a felépítése kapcsán. Egyrésztről tudunk monitorozni, tehát van egy olyan kis jack bemenet is, amivel a fej vagy fülhallgatónkat tudjuk használni. Mellette pedig nyilván ott van az SD kártya bemenete, amibe egészen 512 gigabájtos SD kártyákat be tudunk rakni, és hogyha már az ellátásról beszélünk, mondtam, hogy 4 darab elemet lehet belerakni, ezt a duplásat, amivel 20 plusz órát mond a Zoom, hogy addig lehet használni. Az SD kártyára még annyit, és mindjárt áttérünk a touchscreenre, hogy az SD kártyában attól függetlenül, hogy felveszünk rá, és egyszerre fel tudunk venni, hogyha audio interfészként is használjuk a Zoomot a számítógépünkre és a Zoom H8-ra is, de hangeffekteket is rátölthetünk, ami a podcast funkcióban nagyon hasznos lesz. Na, beszéljünk a touchscreenről. Beszéljünk először a podcast appról. Ahogy megnyitod, látod, hogy van benne 4 darab ilyen kis pad, ami a hangeffekteké. A Zoom H8-en van 8 darab, vagy 6 darab, dehogy is 13 darab beépített hangeffektus, de ahogy említettem, az SD kártyán keresztül olyanokat tudunk rátölteni, amiket mi szeretnénk. Viszont azt tudjuk, hogyha mondjuk 4 különböző ilyen peden hangeffekteket használunk, ami a touchscreenen megjelenik, ezáltal elvesztünk 4 inputot, de hogyha mondjuk megvettük az extra kapszulát, ugye, amit rá tudunk rakni a H8 tetejére, akkor nyerünk még 4-et, és így tudunk igazából egyszerre 10 rögzítést csinálni, de hát ki csinál 10 fővel podcastet? Hogyha tudsz ilyenről, akkor mondd meg, mert még nem nagyon hallottam ilyen formátumról. Még jó, hogy nem hallottam, mert még a H8 sem tud 10-et, rosszul mondtam, ezért elnézést szeretnék kérni, csak 8-at tud. De hogyha már arról beszélünk, hogy ennyit tud, jár hozzá és használhatunk egy Podcast Editor nevű szoftvert, ami rengeteg presettel, effekttel jön, és nagyon könnyen tudjuk véglegesíteni a podcastünket, de ugye elérhető számunkra az összes inputnak a különböző trackje is, hogyha valamiért a gaint rosszul állítottuk be, vagy közbe változott valami, akkor a preseteknek köszönhetően, az effekteknek köszönhetően nagyon könnyen tudjuk véglegesíteni a podcastünket, és nem csak erre jó a Podcast Editor, hanem belőle már egyből fel tudjuk tölteni egy RSS feedbe a podcastünket, és hogyha van ilyen szolgáltatásunk, az ki fogja rakni a megfelelő platformokra, Spotify-tól kezdve mindenhova. Beszéljük át a többi funkciót, amit a touchscreennel el tudunk érni. Hát ugye mondtam, hogy van field recording, ami azt jelenti, hogyha hangeffekteket szeretnénk felvenni, vagy a környezetünket is szeretnénk rögzíteni, például beszélgetünk egy mozgalmas helyszínen, de nagyon jó mikrofonokat használunk, mikrofont akartam mondani, ezelőtt angolul vettem fel ugyanezt az adást, úgy leszik nehéz a switchelés. Sorry, hanglish. Nyugodtan trollkodjatok, nevessetek ki a kommentbe. Szóval, hogyha egy ilyen jó mikrofont használunk, akkor nyilván alig fogja felvenni a háttérzajokat, de hogyha ezt használjuk, ugye a XY mondjuk, hogyha az a kapszula van rajta mikrofonokat, akkor mixelhetjük és eldönthetjük, hogy mondjuk egy 10%-ba azért legyen ott az a nyüzsgés háttérzaj, amiben mi vagyunk, és ne egy nagyon steril körülmény legyen, bár szerintem podcastben azért mégis jobb a steril körülmény, de lehet, hogy ezt én gondolom így. No, tehát ez a field recording funkció, amit meg tudunk tenni. A másik természetesen a music, tehát hogyha zenét szeretnénk felvenni, ott a zene beállításokhoz rengeteg preseteket tudunk használni, és ez nem csak ott, hanem nyilván a H8-ban bármilyen felhasználásban is elérhető. EQ, kompresszor, limiter, noise gate. Ha ezek nem mondanak sokat, be tudjuk állítani azt, hogyha mondjuk nem tudunk olyan magasak, mert egy olyan halk, van egy külön videóm a Shure mikrofonokról, hogyha nem láttad, azt nézd meg, ott sokkal részletesebben elmondom, hogy mit jelent az, hogyha nagyon halk egy mikrofon, de hogyha mondjuk az a gain, mert nincs egy külön, megint ezt elmondom, és egy cloudlifteres szériám is van, azt is nézd meg, hogyha még nem láttad. Na, tegyük fel, hogy ezeket tudod, hogyha nagyon halk, és még kell egy kompresszor hozzá, akkor tudjuk azt használni. Ha félünk attól, hogy valamikor nagyon halkan beszélek, valamikor meg hangosan, ezt használhatjuk a limitert. Ha azt szeretnénk, hogy amikor csöndben vagyunk, akkor ne legyen, én hülye bekapcsolva hagytam a légkondit, és ha nem szeretnénk, hogy ilyen háttérzaj legyen, akkor a noise gate-tel ezt el tudjuk tüntetni, és ez
nyilván a hangnál is nagyon fontos, de hogyha valamilyen hangszert veszünk fel, akár úgy, hogy a hangszert csatlakoztatjuk, vagy oda egy dedikált mikrofont, erre még különösebben oda kell figyelni, és ezeket mind beállíthatjuk ebben a H8-ban, ami látható már, hogy egy nagyon-nagyon durva setup, és mennyi mindenre jó. És amúgy a touchscreenen például, ha csatlakoztatunk ugye mikrofonokat, külön azt a beállítást tudjuk, hogyha fejhallgatót használunk, annak is előjönnek a funkciók. Minden nagyon egyszerű, és nem olyan nehéz, meg ilyen régies, mint például egy H4N-nél, ahol csak nyilván a külső különböző gombok használatával tudunk ide-oda menni a menübe, és tényleg ilyen retro feelinget ad, mint hogyha egy gameboyt nyomogatnánk. De mindazonáltal ez egy nagyon-nagyon jó eszköz még úgy is, hiszen a Gameboyt is szerettük. Na beszéljük át, hogy kinek való ez, de mielőtt megtesszük, legyen egy kis hangteszt. Most ure, ahogy eddig hallottatok, Shure SM7B Cloudlifteren keresztül a Zoom H8-ba. Most egy picit arrébb hajolok, hogy közebb legyek a Zoom kapszulájának az XY mikrofonjához, azon keresztül hallotok, és legyen egy. Most átraktam a Shure SM7B-t az Evo 8 Audient által gyártott olyan audio interfészre, amit közvetlen a számítógépembe csatlakozok, és odaszintén ugyanazon a WAV formátumba veszek fel. Van különbség a kettő között? Írd meg kommentbe. És most beszéljük át, hogy kinek való ez. Hát egyértelműen a H8 a digitális kreátoroknak, nagyon profi szakembereknek készült. Hogyha van rá pénzed, és olyan szinten komolyan veszed azt, amit csinálsz, és a legjobb hordozható minőséget szeretnéd, akkor a H8 egyértelműen neked való. És hogyha még kezdesz is, de megteheted, hashtag futureproofing, ezt már mondtam amúgy más videómban is, azért éri meg többet költeni, és úgy mondom, hogy például a H4N Pro Black az olyan 200-250 euró, olyan 100 ezer forint alatt van, mindjárt megnézem. A H4N Pro 80 ezer forint, picivel több, és a H8 140 ezer forint, tehát ha úgy tetszik, majdnem, hogy dupla áron van, de mégsem annyival drágább, hogy ha hosszú távon gondolkozunk, és lehet, hogy még nincs is XLR mikrofonunk, még nincs olyan drága mikrofonunk, lehet, hogy mondjuk van egy Rode Videomic Prong, de azt be tudjuk csatlakoztatni a kis jackporton keresztül, vagy nagyon jó minőségű ez az XY-os mikrofon, és használhatjuk ezt is a felvételekre, és ahogy az évek során, vagy valamilyen projekt kapcsán mondjuk csak bérlünk egy mikrofont, tudjuk rá csatlakoztatni, és ez az eszköz lesz 5 év múlva is, és nincsenek olyan funkciók, ami miatt mondjuk ennek egy olyan új verziója jöhetne ki, ami miatt megbánnád, hogy ez megvan neked. Nyilván akkor, hogyha megvan rá a pénzed, és szeretnél is rá költeni. Nos, ennyi volt ez a videó. Mit gondolsz? H8, vagy nem is kell amúgy ilyen, elég a telefonod, vagy elég a beépített a kamerába, bocs, hogy elnevettem, a kamerába beépített mikrofont sose használt, kérlek. De írd meg kommentbe a véleményedet, hogy mit gondolsz erről, és hogyha most találkoztunk először, és érdekel az, amikor összehasonlítom a többi zoomos eszközzel, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, és nyomd meg a csengőt. De ha nem érdekel, viszont érdekel, hogy hogyan építheted fel a vállalkozásod, hogyan tudsz egy kreátor, videós karriert felépíteni, ami nekem egy új kihívás, hiszen eddig startupos, marketinges életem volt, és onnan jövök ide. Akkor soron tudod követni, hogy én hogy építem ezt fel, hogy tanulok, átadom azt, hogy milyen eszközöket használok, és nem csak bemutatom ugye technikailag, hanem tippek, trükkök formájában mutatom meg, hogy mire, hogy jó. És a másik formátum az az, hogy amikor van mondjuk egy megbízásom, és elmegyek forgatni, ott ilyen behind the scenes-be, vlog formába elviszlek titeket, és ott is megmutatom, hogy milyen eszközöket, hogy használok, hogy alkottam meg azt a kreatív koncepciót, milyen az editálási folyamatom, milyen effekteket, plugineket használok, mennyire fontosak a hangeffektek, hogyha ezek érdekelnek, megint feliratkozás, csengő. De ha csak maga a vállalkozás érdekel, amúgy tavaly a HVG kiadta a Válj valóra című könyvemet, link a like-gomb alatt, amit nyilván nyom meg a leírásban van, viszont csináltam róla egy napi vlogot, nagyjából pont egy éve jelent meg, lehet egy picivel több, amire kijön ez a videó, és mindegyik fejezetről teljesen ingyen itt a csatornámon megnézheted azt, hogy mik a fő üzenetek, azokat is, hogyha gondolod, nézd meg. Minden esetre remélem, hogy még találkozunk, és tetszett ez a videó.
videó. Köszi, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!